A 90-es évek nagyon sok formációt, együttest és zenekart indított útjára, akik közül nem mindenki aktív a mai napig, pláne nem töretlen sikerrel. Az Animal Cannibals, azaz Richie P. és Kuka MC azonban azok közé tartoznak, akik bárhová mennek az országban, elképesztő rajongással és szeretettel fogadja őket a közönség. Hamarosan velük beszélgetek. Csaj. 1990 és 1995 között minden évben készítettek egy demókazettát, de ekkor még váratott magára a nagy áttörés. 1995-ben jelent meg első kis lemezük, a Takarítónő, amellyel országosan ismertekké váltak. Első lemezük arany, a második már platina lemez lett. 1996-ban hívták életre a Fila Rap Jam nevű rendezvénysorozatot, mely fiatal rap és hip-hop zenészeknek teremtett lehetőséget arra, hogy bemutassák magukat. 2018-ban az egész világ megismerhette a Józsefváros című dalukat, amelyet a világsztár Kate McKinnon is elreppelt egy amerikai showműsorban. Jó, jó, Józsefváros! Jó, jó, Józsefváros! 2019-ben Máté Péter díjjal jutalmazták őket. A magas és mély vendége Richie P. és Kuka MC. El kell, hogy mondjam a nézőknek, hogy kísérletet tettünk arra, hogy külön-külön hívjunk el titeket ide, de nem jött össze. Szétválaszthatatlanok vagytok? Igen, mint a sziamékek, a könyökünknél össze vagyunk néve igazából. Nekem már a könyökömön jön ki. Nekem is. Úgyhogy igen, egyfajta ilyen megerősítés folyamatosan egyébként a kezdetektől, hogy mi tényleg barátságon alapuló formáció vagyunk, tehát hogy mi szeretjük egymás társaságát, és nehezen vagyunk elválaszthatóak egymástól. És mint pont a, ez mint a Bud Spencer meg a Terence Hill, szerinted melyikünk melyik? Igen. Akkor nem is volt arra példa, hogy külön interjúzottok? De valaha? Nyilván volt ilyen is. Csak hogy de a Ridicule című műsorban egyébként a Kuka nagyon szeret járni. A Ridicule ez itt tényleg a másik csatornán van, de tényleg ott lehet okosakat is mondani, és a Kuka imádja az ilyen fecsegős témákat, főleg az ilyen női témákat, de jó is benne. Egy picit emiatt én féltékeny is vagyok rá, meg így is. Egyébként jellemző ránk az, hogy szeretünk tényleg így együtt lenni, és hogy olyan műsor van, ahol mindig csak egy szereplő van, oda is megpróbálunk így beszuszakolódni ketten. Ez a fajta formabontás, ez egyébként jellemző is ránk, az Animal Cannibals látásmódjára is, hogy amit az átlag csinál, vagy amit mások csinálnak, szeretünk azzal egy picikét így szembe menni, vagy úgy egy picikét máshogy csinálni. Ugye ezért interjút ezt már nagyon sokszor adtatok, viszont ahogy látom, mindig elkerültétek vagy tudatosan a bulvárt, vagy nem adtatok ki magatokból annyi információt a magánéletetekkel összefüggésben, amit már nem szeretnétek a világ elé tárni. Ez mennyire volt könnyű? Az ember többség a bulvársajtóról azt gondolja, hogy egy ördög, egy sátáni intézmény. Szerintünk nem az, tehát ott is emberek, normális emberek dolgoznak, mi rengeteg ismerőst szedtünk össze a bulvársajtóba az elmúlt évek során, akikkel tök jól meg tudtuk beszélni, hogy srácok, nem fogjuk a gyerekeinket mutogatni, meg az esküvői fotóinkat a címlapra tenni, és hiába fizettek sok milliót, azt se kérjük. Mert hogy van más, ami történik velünk mindig. Tehát mi kvázi próbálunk olyan híreket és olyan dolgokat nekik adni, kis apró színes híreket, amiknek nagyon örülnek, és lehozzák, hogyha esetleg rólunk szeretnének írni. Normálisak egyébként többségében, tehát hogyha ha te is úgy állsz felük ilyen pozitívan, meg szimpatikusan, akkor ezt fogod visszakapni. Úgyhogy mi szerintem ez a titkunk, hogy mi az elejétől kezdve ezt így leszögeztük, és tartjuk is magunkat, és hogyha egyébként egyszer csinálnak egy kivételt, hogy valamelyik újságba elmennénk a hat gyerekünkkel, és akkor ott pózolnánk a feleséggel, meg a nagyékkal egy ilyen közös fotó, akkor valószínűleg onnantól kezdve nincs visszaút, tehát onnantól kezdve mindenki más is azt mondaná, hogy akkor hozzánk is gyertek, mert láttalak benneteket ott. Egyébként azért a környezetből nyilván volt nyomás ebben az irányban is, tehát akár ha az édesanyámat veszem, hogy ti miért nem vagytok benne családdal, olyan büszkén mutogatnám ott, és értem az ő oldalát is, meg egy csomóan azt úgy könyvelték el, ha nem vagyunk benne ezekben a bulvár újságokban, akkor nem is vagyunk híresek, akkor nem is vagyunk fontosak, akkor nem is számítunk, nem baj. Voltak egyébként ilyen kikacsintásaink, amik nem jól sültek el. Az egyik például egy tördelői hibából ugyanakkor
jelent meg az egyik lemezünk, amikor az első lányom született, és azt írták le, nyilván az volt a főcím, hogy Kuka MC-nek 3 hete kislánya született, csak ebből egy szót kihagytak, úgyhogy úgy jelent meg az újság, hogy Kuka MC-nek 3 kislánya született. Hármasikre. Igen, és egyből a haverok is fölhívtak, tehát egyből kiderült, hogy kiolvassa ezeket az újságokat, hogy akkor miért csak egy tejfakasztó volt, miért nem hívtál a másik kettőre? És hát megnyitottam a feleségemet is, hogy legalább egy tőle van, tehát hogy nyugodjon meg. Az a lényeg, imádjuk a bulvárt, de csinyán kell bánni az információk megosztásával. Ó, igen, mi vagyunk az állatkannibálok. Hogy mit akar-e furcsa név, azt mindjárt megtudjátok, ez egy érzés. Sőt, kábulat, mindigor ellenti a képedet a bámulat. Nem tudom, érted, hogy mit mondok, ha nem csukd a szemed, és megtudod, csak figyelj rám, ezt érezned kell, mint mikor megragad. És velem el a zene, amit mi gyártunk, és te vagy a szempont, hogy valami jót csináljunk. Mert ha nem azt csinálnánk, amit ti akarnátok, hát nem lennénk a sztárok, az állatkannibálok. Azt mondjátok hogy magatokról, hogy nem csak munkatársak vagytok, hanem nagyon jó barátok is, és mindez valahol az úttörő táborban kezdődött annak idején. Most oda kanyarodjunk vissza. Hogyan szúrtátok ki egymást? Volt egy közös barátunk, a Pete Zsolti, aki a Kukának gyakorlatilag óvodás is? Nem, óvodás, általános iskola és gimnazista pattársa is volt. És én pedig vele találkoztam az úttörőházban egy ilyen rendezvényen, és aztán elmentünk egy számháborúba, ahova Kuka is már jött a Zsoltival, és akkor gyakorlatilag először hárman voltunk, aztán a Zsoltit meglekoptattuk, és ketten mentünk már haza, mert hogy igazából úgy éreztük, hogy eléggé egy hullámosszon vagyunk, és hasonlóképpen gondolkodunk, és jobban ki tudunk jönni egymással. Gyakorlatilag ez volt a sztorinak a lényege, hogy a Zsolti összehozott minket, ugye? Abból már rengeteg hollywoodi és mindenféle művészfilm készült, hogy első látásra szerelem létezik, és hogy micsoda szikrák vannak, de arról, hogy első látásra barátság, abból még úgy nem nagyon készültek filmek. Mert ez túl van a barátságon, csak azért. Tehát, hogy valóban ez nem egy olyan hétköznapi téma, hogy tudnak ilyen karizmatikus barátságok is egy pillanat alatt kialakulni, és mi tartjuk magunkat, hogy ez azért vagyunk most is ketten együtt, mert hogy ez működik így együtt. És akkor innen datálódik valahol az Animal Cannibals kezdete is. Hát érdekes volt, mert hogy mi csináltunk még ugye annak idején ilyen kölyök klubot, ilyen tini klubot, aminek a Ricsi írt egy indulót. Az volt az első rap szám, amire így felkaptuk a fejünket, hogy ilyet lehet házi körülmények között is csinálni. Úgyhogy megírta ezt az indulót, és mi viszont 2 héttel később kitaláltuk, hogy valamilyen programot kéne adni az ott megjelent fiataloknak, akik általános iskolás fiatalok voltak, és nagyon népszerű volt akkoriban a Tátika nevű műsor, és az egyik héten még a Tátika tematikáján alapulva beöltöztünk zenekaroknak, és eltátogtunk ott külföldi számokat, és mondtuk, hogy ez annyira sikeres volt, jövő héten koncertek lesznek. És akkor 1 hét alatt írtunk 5 dalt, és onnantól van Animal Cannibal. Mert több dal is született, több szerzemény, és akkor volt egy pont, amikor elutaztatok külföldre, Korfura, és onnan hazajöttetek, és akkor azzal találkoztatok szembe, hogy hirtelen berobbant a zenekar. Mi történt, amíg távol voltatok? Mi nagyjából 94-től kezdtük el járni az országot. Volt egy lelkes szervező, egy menedzser, aki azt mondta, hogy ő mindenféle vidéki diszkokba el tud minket adni egy ninja bűvésszel és egy Michael Jackson hasonmással, vagy egy erotikus táncossal, egy csokorban. Nagyon szép kis műsor volt egyébként. Mai napig is többször visszanézem, hogy milyen szépen táncoltak ott a lányok meg a hölgyek. És mi voltunk a zenekar, a pesti zenekar, aki fellépett bárhol az országban. És ennek kapcsán így a 3000 forintos gázsikat elkezdtük egymás mellé tenni, és a végén már összejött belőle egy korfúj út, ami ráadásul akciós volt, egyet fizet, 2 hetet kap alapon. És mi pont úgy szerződtünk le a kiadóval, hogy már megvolt ez a kis nyaralásunk, de előtte már megcsináltuk a Takarítónő című dalt, meg a videoklipet, ők azt elkezdték nyomni, meg a rádiók, televíziók elkezdték játszani, és mi kimentünk 2 hétre, az baromi sok időnek tűnt a kiadó számára, mert már mindenki hívta, hogy kik ezek a srácok, és azon egy interjút szeretnénk velük csinálni, és hazajöttünk Korfúról, másnap volt egy fellépésünk, és akkor bám, mindenki, aki addig ki volt ránk éhezve, az odajött a Váci utcába, és akkor ott csápoltak, és akkor egy óriási nagy... Hozzáteszem, abban az időben ugye még nem volt se internet, hogy egy pillanat alatt ilyen vírus szinten el tudjon jutni mindenkihez. Rádió és tévé volt a legfőbb kommunikációs csatorna, sőt, hát mobiltelefon sem volt, mert az otthoni vonalas telefonunkon lehetett minket elérni, amikor otthon voltunk, mert még üzenetrögzítőnk se volt. De volt. Az már neked volt? Nekünk volt. Nektek volt. Hát ilyen gazdag család, hát ez így meg. Szóval, hogy teljesen másképp működött, de így is ilyen 2 hét alatt tényleg hiányérzet volt, hogy mi hol vagyunk és hogy miért nem vagyunk itt. Minket is meglepett. Táncol!
lelkem trúcs volt a kabonat ajtón. Míg meg nem érkezünk, mindenki velünk hullat. De most megáll az ész, és megáll a vonat. Kinézek az ablakon, és nem fogok a részre, hogy az állomás neve Pécel. Ülünk a vonaton, 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 és kész. Ugye eleinte főleg az underground körökben hallgatták a tizenéteket, aztán ahogy mondjátok, berobbant a takarítónő, és akkor megismertiteket a szélesebb közönség is, és valahogy ez a kettőség mindig is jellemzett titeket, tehát mindig is ott volt az underground is, és a mainstream, a szélesebb közönség felé fordulás is, és ez jellemezte a Fila Rap Jam tehetségkutatót is, ugye, amelyet ti hoztatok létre, és amely több nagyon szép évet is megért, és aztán számos tehetségkutatót szerveztetek még utána is, és valahogy mindig ez volt a szándékotok, hogy összehozni az undergroundot és a mainstreamet, ugye mindezt annak jegyében, hogy jobban megismerjék a hazai hip-hop előadókat és rappereket és MC-ket. Igen, 2023-ban most már furcsa, hogy a rap az egy réteg műfaj volt annak idején, hiszen most már bármelyik listát megnézzük, vagy bármelyik nagy díját adott, igazából szinte csak rap előadó kapnak, vagy ők vannak a toppon, a legjobb 10-ben 9 biztos, hogy rap előadó. Régen ez nem így volt, tehát régen, mint a reggae, vagy a punk, tehát egy ilyen kis műfaj volt maga a rap is, és ennek a műfajnak egyébként van egy csomó olyan mondani valója, vagy ilyen filozófiája, amit mi magunknak hallottuk, tehát mi azért rappeltünk, mert nagyon közel állt hozzánk a mondani való. Például a béke, az egység, a tisztelet, ezek olyan, hát mondhatjuk, hogy súlyos szavak, de egyébként hozzánk közel állnak is, akár hogyha meghallgatjuk korábbi dalainkat, akkor szinte minden tizedik dalunkban benne is voltak ezek a fontos témák. És aztán ez a kis réteg műfaj ugye elkezdett egyre több embert érdekelni, de mi is úgy voltunk vele, hogy nem magunknak kell ezt így játszani, hanem az összes ember tudja meg a világon, hogy milyen jó dolog ez a rap zene. Úgyhogy mi mindig azt mondtuk, hogy ez az underground és a mainstream közötti határát azt nem föl kell kerítéssel még magasabbra építeni, hanem inkább le kell rombolni, hogy legyenek ilyenek is. Tehát, hogy a zene, az a rap zene, az mindenkié, aki szereti, és aki egy picikét megismeri jobban, az meg pláne érteni is fogja, hogy miről szólnak a szövegek, és nem csak azt fogja hallani, hogy na, dumálnak egy egyszerű zenére valamit, és fogalmam sincs, hogy mi ez. Annak idején úgy jutottunk információhoz ezzel a műfajjal kapcsolatban, hogy egymást próbáltuk így, mindenki a hozott kis tudományát, meg az általa ismert együtteseket megosztotta a másikkal. És ezeket általában bulikon, hip-hop rendezvényeken tudtuk megejteni, úgyhogy mielőtt megjelent volna nekünk az első lemezünk, azelőtt rengeteg olyan buliban és underground közegű megmozduláson vettünk részt, ahol megismertük szinte az összes szereplőjét ennek a műfajnak, itthon Magyarországon, és tartottuk is velük a kapcsolatot. Tehát, hogy mindenki ismert mindenkit, és mindenki szeretett mindenkit. Pont ezért az első lemezünk, amikor megjelent, már akkor egy nagy köszönetet nyilvánítottunk mindenkinek, beleírtuk az első 100 olyan zenekart, akit ismertünk már a köszönetre, hogy ők vannak. Tehát nem csak mi vagyunk, hanem tessék odafigyelni, mert még rengetegen vannak. És egy évre rá, amikor csináltunk egy ilyen Petőfi csarnokos koncertet, egy picikét féltünk is attól, hogy egyedül elegek vagyunk-e ahhoz, hogy megtöltsünk egy Petőfi csarnokot, meg jó volt arra kihasználni, hogy akkor most a kellemeset a hasznossal, mi szeretjük ezt a műfajt, és nagyon sok tehetség van benne, és ha már van ott emberanyag, mi lenne, hogyha oda egy versenyt csinálnánk, és azt nagyon jó megtapasztalni, hogy amit 96-ban mi megcsináltunk először, annak mai napig is van hozadéka, hiszen rengetegen emlegetik, illetve az ott feltűnt előadók közül még mindig a mai napig is sokan aktívak. Tehát kaptak egy olyan megerősítést, hogy jó úton vannak, és hogy ezzel érdemes foglalkozniuk. Úgyhogy tényleg egy ilyen stílus frissítő hatása is volt. Mindenki itt van, aki számít, mindenki figyeli, hogy mit mond a másik nálunk. Valahol ennek jegyében is 10 évente kihoztok mindig egy olyan dalt, amihez nagyon sok vendégelőadót hívtok, és 10 évente valahol én azt gondolom, hogy ez egy ilyen korrajz is, amely megmutatja, hogy éppen hol tart a magyar rapzene és a magyar hip-hop. Ugye 98-ban indult a Mindenki című dallal, aztán jött az Északon délen 10 évre rá, és 2018-ban a Tarolnak az MC-k. Így van, és már lehet tudni, hogy 2028-ban is lesz egy ilyen dal. Már most egyébként elkezdtük írni a listát, és az benne jó,
hogy jelentkeznek már sokan, tehát olyan figurák, akik mondjuk sok éve benne vannak ebben a rap dologban, és így találkozunk, akkor szólnak, hogy figyelj, minket miért nem hívtál még soha, és akkor basszus, tényleg. Hát bocs, kimaradtál, vagy az, hogy titeket bocs, de nem fogunk hívni, mert hogy nem passzoltatok abba a koncepcióban, amiben az előző dal készült. De a lényeg, hogy ez is egyfajta ilyen műfaj építő, meg egységet teremtő kezdeményezés, meg hát számunkra egy ilyen tök jó nagy kihívás, mert azért összetenni ennyi embert egy dalba, azért ez mind szervezésileg, mind művészileg sem egyszerű kihívás, hogy ebből tényleg aztán összeálljon egy dal. Mert ugye valaki írta a kommentbe egyszer az egyik dal alá, hogy hát ez bárki meg tudja csinálni, hogy ez odahívja a legjobb 20-10 MC-t, és akkor abból tudja, hogy egy jó dal lesz. És akkor persze, és akkor egyből válaszolták neki, igen, de más miért nem csinálja meg akkor, hogyha ez ilyen egyszerű lenne. És valóban, tehát, hogy nem azért, hogy veregessem a saját vállunkat, de egyébként tényleg egy komoly kihívás egy ilyet megcsinálni. Egyszer azt mondtátok nekem, hogy ti a rapnek a napos oldalát képviselitek, és hogyha megnézzük a karriereteket, hogy az elmúlt több mint 30 évet, akkor nem nagyon voltak benne botrányok, balhék, a szövegeket is, ha megnézzük, akkor nincsenek benne káromkodások. Ez valahol tudatos volt a részetekről. Mi volt a koncepció, amikor elindítottátok ezt az egészet, hogy mi az, amit nem szeretnétek átlépni, vagy mi az, ami igazán a ti arcotok? Szerintem magunkat adjuk. Tehát az összes dalunk az olyan, hogy akár a szüleink bátran meghallgathatják, akár a gyerekeink, vagy akárki, tehát hogy nincs az bennünk, hogy jesszusom, akkor így átgondolj, hogy azt meghalljam, hogy valaki a családból, akkor mit fog hozzászólni. Nagyon sokan vannak így vele, hogy később jönnek rá, hogy mit fognak ezt szólni a faluba. Igen. Ja, az emberek mit fognak majd mondani. Aztán mit mondanak? Ki tudja semmit. Viszont ami szerintem a mi koncepciónk az az, hogy mi mindenkinek szeretnénk zenét csinálni. Tehát hogy nincs az, hogy nekünk van ilyen célközönségünk, hogy a fiatalok, akik lázadnak, és akkor nekik szeretnénk dalokat írni, hanem mi, ami belőlünk kijön, azt leírjuk, az, hogy ez másoknak is tetszik, meg rádiók elkezdik játszani, vagy televízióban lemennek a klipjeink, az egy plusz hozadék a dolognak. Tehát valahol itt van a titok, hogy mi a normál életben sem káromkodunk annyit, tehát persze egyszer-kétszer kicsúszik egy-kettő, de nem használjuk a kötőszavakat annyira sűrűn, mint szerintem mások, akik meg mondjuk tényleg ebben benne vannak, és nekik meg muszáj, hogy ezt használják. Nem tudatos egyébként, de valóban piacirés vagyunk sok tekintetben, pont ezért akár, hogy nem káromkodunk. A másik pedig, hogy nagyon kevés a pozitív zenekar. Tehát sokan szeretnek búslakodni, a problémáikat kiírni magukból, tehát tényleg terápiaként használják a dalszerzést vagy az alkotást, és nagyon kevés az olyan felemelő, pozitivitást adó, más szemszögből meg témákat megvilágító zenekar, és ebben mi lubickolunk, tehát imádjuk ezt a helyzetet, hogy nincs más ilyen, és mi tényleg így éljük meg egyébként a hétköznapokat, tehát nálunk mindig inkább félig tele van a pohár. Én azt láttam, hogy akármibe kezdtek, az mindig vicces lesz, vagy sosem tűnik erőltetetnek, hanem természetesen jön. De volt esetleg olyan időszak, amikor nehezen jött belőletek valami, vagy alkotói válságban voltatok, vagy nem volt annyira ihlet? Az a jó, hogy egy picikét az Animal Cannibals az már intézményként apostrofálódik, és nem csak zenekarként, mert hogy éppen amikor volt esetleg alkotói válság, vagy éreztük azt, hogy már sokak voltunk az elmúlt pár évben megjelenés tekintetében zenekarként, akkor elmentünk tévés vagy rádiós műsorvezetőnek, jelen voltunk akkor is, csak esetleg más minőségben és más szerepkörben, de ugyanúgy el szoktunk járni a mai napig is rendezvényeknek műsorvezetői hostjai lenni, ahol a házigazda szerep az megint egy ilyen alázat, hogy éppen konferálom föl a pályatársaimat, és ez nekem nem fáj, sőt, ezt is meg kell oldani, és ugyanúgy hangulatot kell teremteni, annak is van egy tempója, tehát hogy azt is lehet jól csinálni, meg rosszul csinálni. És ezekben is most például ott tartunk, hogy esküvői tanúnak kérnek föl, meg egy csomó helyen már voltunk ceremóniamesterek esküvőn, tehát hogy ezerféle dolgot igyekszünk csinálni és megfelelni, éppen ezért nem érezzük azt, hogy esetleg megcsömörlöttünk volna, és mondjuk nem jönne az ihlet, hanem egy picikét máshova toljuk a hangsúlyokat. Egyébként folyamatosan van alkotási vágy bennünk, éppen ezért a általunk megírt könyvnek is ez lett valamiért a címe, hogy ez a minden változik, a lényeg nem. Egyrészt mi ketten maradtunk a kezdetektől fogva, tehát hogy nem volt szétválás, nem volt tagcsere, hanem ez ugyanúgy haladt tovább egyenesen, és ugyanúgy az alkotási vágy hajt minket előre.
ez egy egyedi eseti lehetőség most arra, hogy kettő zenekar alkotását hallhass egy dalban. A dallamban a nyers, a szövegekben az ész, mindenki kitett magáért. Öröm volt nézni, ahogy összeállt a kép, és végre itt a mű. A lényeg az volt, jó legyen és egyszerű, ne pedig izzadságszagú vagy erőltetett. Ha nem is írunk többre, csak ezt az egyet. Ismerjük már a baseball sapkás és a bőgatyás éneteket, de milyenek vagytok otthon? Ugye mind a ketten családosak vagytok, több gyermekkel? Én rajtam nincs otthon baseball sapka, kezdjük akkor ezzel. Tehát a bőnadrág az igazából, hát tényleg az a mackó nadrág, vagy melegítő nadrág van, nyáron viszont csak a rövid gatya. Van nekem az a feleségverő trikóm is, az a, tudod, a klasszikus. Atléta, igen. Amiben igazából nem... hiányzik belőle. Igaz, hát a test hiány, meg a tetoválások, amiben soha nem verjük a feleségünket, és természetesen csak egy ilyen gúny néve, ez a nagyon ronda trikónak. Fülek nyírni jó lesz. Igen, nálunk robot nyírja egyébként, de ami fontosabb az, hogy próbálunk minél több időt tölteni a családdal, és amit szerintem senkinek nem szabad elfejteni, hogy beszélgetni, és játszani, és közös programokat csinálni, mert az, ami engem legjobban zavar a mostani világban, hogy mindenki egy kisebb vagy nagyobb képernyő előtt van gyakorlatilag, és hiába vannak egy légtérben mondjuk a család vagy a barátok, ha mindenki külön a saját világát éli, és ott villognak a színes lámpák, az nem biztos, hogy jó. Úgyhogy nálunk azért vannak ilyen közepesen szigorú szabályok például arra, hogy mennyi tévé, mennyi internet, mennyi telefonozás, mennyi játék, mennyi játékkonzolozás lehetőség van. Szigorú vagy ebben? Hát szerintem közepesen igen, igen. És ezt vállalom is, emiatt szerintem van, hogy nem kedvelnek annyira a gyermekek, de belátják ők is, mert látják azokat a többi kortársakat, akik viszont rá vannak tapadva, és ott élik a mindennapjaikat, és tényleg zombiként rá vannak tapadva az elektronikus kütyükre, hogy szerintem ez most a legnagyobb probléma itt a gyerek létben, vagy a fiatalok létében, hogy onnan jön a sok információ, és az nagyon, nagyon rossz irányba el tud vinni mindenkit. Igen, mert ott egy másik személyiség épül fel. Igen, meg ott olyan információk jönnek, amire igazából neki nincs is szüksége, és amit, hogyha nem beszél róla, és... Amikor kicsomizzák a izét, és látod, hogy az mi van benne. Az például nagyon jó, azt nagyon nézem mindig. De hogyha olyan információk jönnek, ami tényleg egyrészt még nem nekik való, mert mi túl fiatalok hozzájuk, nem tudják feldolgozni, és ha nem is beszélnek róla, nem csak saját magukba elkezdik azt ott járatni, akkor az szerintem nagyon rossz irányba tud menni, és hát sajnos látjuk is, hogy most már konkrétan pszichológusok hada. Az, most, most jeleztek, hogy most már többet beszélsz, igen. Igen? Jó, akkor megvan az arány. Kuka, te is koránkelő vagy, visszad a suliba őket. Igen. Tudsz egy általán hétköznapi apuka lenni? Abszolút hétköznapi apukák tudunk lenni, mert hogy ez az elfoglaltság, amit mi csinálunk, az nagyon jól idomulhat egyébként ehhez a fajta életvitelhez, tehát elviszik őket reggel, napközben tudunk foglalkozni akár azzal, hogy interjút adunk, vagy elmegyünk olyan helyekre, és így intézzük a zenekarral kapcsolatos ügyeket, amiket el lehet intézni, és hál' Istennek azért a fellépések többsége az este van, amikor már lefektettük őket, tehát hogy nincs akkora apuka hiányérzet, hogy jaj, hol van apu, turném van egy hónapra, nem, nincs ilyen. Tehát, hogyha reggelre meg már ott vagyunk, otthon vagyunk. De hogy az időbeosztástól függetlenül, mert az megy, de hogy tud hétköznapi apuka lenni egy zenész? A kukán van sapka egyébként nagyon sokszor. Tehát ő úgy jár a bevásárolni is, hogy mindig rajta van a sapka, és akkor általában a zöldségpótnál kérik az autogramot tőle. Viszont a Párizsiból a szép részt kapja meg, és a végét nem. Tehát, abszolút tudunk hétköznapi apukák lenni, éppen ezért a gyerekeink is hétköznapi apukaként kezelnek minket, tehát amikor a színpadra megyünk, nekik az a furcsa. Tehát, hogy apa miért van a színpadon, és ugyanígy az osztálytársak, amikor látnak minket, láttuk az apukádat valamelyik műsorban, tényleg ilyet csinál. Tehát, hogy mi apukák vagyunk elsősorban azért otthon. De nincs nagy különbség egyébként, tehát tényleg csak annyi, hogy fölveszük a baseball sapkát, és onnantól kezdve meg a színpadon vagyunk apukák. Csak ott már több gyerek van. Nekem a hip-hop, neked a techno, nekem a graffiti, neked a tetkó, nekem a jó szöveg, neked a tempó, ha nekem jó egy klubban, neked nem jó, de ha én a rockot, te pedig a popot, akkor én a keményet, te meg a softot, én kopott farmer, te márkás topot, ha én egy korsóval iszom, te egy kortyot, de mi mégis együtt, és ez jó így, ha meg mások az nem gondít, mert tudod, a különbségek miatt lehetsz különleges, na jó, a közhely felesleges.
Mik a tervek még erre az évre? Rengeteg van. Mindig van. Például most innen a beszélgetés után egyből a lemezkiadónkba megyünk, hiszen megérkezett külföldről az első Animal Cannibals Bakelit lemeznek a próbanyomása, amit most meg fogunk majd hallgatni, hogy tényleg úgy szól-e, hogy a hangmérnökkel közösen megálmodtuk. Ebből a Bakelit lemezből egyébként nem csak egy, hanem kettő is meg fog jelenni az idei évben, ami az 50 éves hip-hop születésnapjára készült. Ez egy válogatás lemez korábbi dalainkból, de rajta lesz például az Északon Dél, amit korábban ugye beszéltünk itt, és hát ezek mellett új videóklipek is jönnek tavasszal, legalább kettő, és még vannak meglepetések az augusztusi 50 éves hip-hop születésnap kapcsán, úgyhogy pezsgünk, zsizsegünk, és emellett most számoltuk meg, hogy valószínűleg idén is meg lesz a 100 darab Animal Cannibals koncert, úgyhogy nem hagynak minket pihenni olyan sokat. Folytonosság van, tehát hogy nincs nagy meglepetés az idei évben sem, hanem folytonosság, tehát amiket eddig csináltunk, vagy ahogy jelen voltunk eddig is, idén is jelen leszünk, lehet, hogy más-más minőségben, más-más fórumokon, de hogy folyamatosság van, tehát hogy megyünk előre. Még nem a nyugdíjas cetliket tépegetjük, hogy mikor lesz majd járókeretünk, tehát hogy egyelőre még van energia, és van ihlet. Így van, ez jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és meséltetek magatokról. Mi köszönjük a lehetőséget. Akkor azt mondtad, azt miért mondtad úgy? Mondták, hogy konfliktus volt. Mondták, de nem volt konfliktus. Arra volt kíváncsi, hogy van-e konfliktus. De nem volt konfliktus. Ugye már ez nem megy.